Főbb híreink. Magyarország hatékonyan és jól hasznosítja az Európai Uniós forrásokat, jelentette ki Navracsics Tibor. A kormány mindent megkívánt tenni a zsidó közösség biztonságáért, fontosnak tartja, hogy minden zsidó ember biztonságban érezhesse magát Magyarországon, mondta Rétvári Bence. Izrael fennállásának első fegyvermegállapodását írta alá Hollandiával több mint 300 millió dollár, azaz mintegy 105 milliárd forint értékben. Kína folytatja Ukrajna humanitárius támogatását, egyúttal sürgeti az ukrajnai válságban érintett feleket. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. A közvetlen szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború ránk is hatással van, és olyan demográfiai visszaeséssel és kihívásokkal szembesülünk, amelyekkel még korábban soha, mondta Novák Katalin köztársasági elnök az ENSZ katasztrófák kockázatainak csökkentésére és az ellenálló képesség növelésére létrehozott Szendai keresztszerződés kapcsán tartott New Yorki konferenciáján. Elmondta, Magyarország egy 10 millió lakosú közepes ország Európa szívében, és annak ellenére, hogy nincsen tengerünk vagy más, jelentős természeti forrásunk, mégis kiemelkedő erőfeszítéseket teszünk a bajba jutottak segítségére. Novák Katalin kiemelte, hogy 2017-es indulása óta a Hungary Helps program 54 országban több mint 100 millió dollár értékben mintegy 300 humanitárius és rehabilitációs programot támogatott. Magyarország hatékonyan és jól hasznosítja az Európai Uniós forrásokat, jelentette ki a területfejlesztési miniszter Ajkán, ahol az egészségügyi infrastruktúra 200 millió forintos fejlesztése részeként több eszközt is átadtak. Navracsics Tibor kiemelte, Magyarország hagyományosan a legeredményesebb Európai Uniós tagállamok közé tartozik az uniós források felhasználása szempontjából. Hangsúlyozta, lehet, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyek időről időre nem sikeresek a pályázatokon, de Magyarországon az önkormányzatok között pártpolitikai alapon nincs megkülönböztetés. Ezt mutatja az ellenzéki vezetésű Ajka számos nyertes projektje, illetve az is, hogy Budapest, Miskolc, Pécs és a kormány közreműködésével vehet részt a klímabarát önkormányzatok európai pályázatán, tette hozzá. A kormány mindent megkíván tenni a zsidó közösség biztonságáért, fontosnak tartja, hogy minden zsidó ember biztonságban érezhesse magát Magyarországon, mondta Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője Vácon. A Vác és a Dunakanyar zsidósága deportálásának 79. évfordulója alkalmából a helyi zsinagógában rendezett megemlékezésen Rétvári Bence beszédében kiemelte, évről évre összegyűlnek, hogy emlékezzenek azokra, akiket Vácról és a környező településekről hurcoltak el, azokra, akik már sosem térhettek haza. Egy ilyen helyi megemlékezésen, amikor élettörténetek és utcanevek hangzanak el, a távoli számokból közeli tragédiák lesznek, fogalmazott. Közölte, azokra is emlékezni kell, akik ebben az időszakban embereket próbáltak menteni. Ilyen volt Slakta Margit, a Salkaházi Sára, akik példaképpen mutat számunkra, egy mainál sokkal nehezebb helyzetben az életüket kockáztatták. Hangsúlyozta, lehetett a Magyarországon náci és szovjet megszállása, magyarok nem váltak nácivá, illetve kommunistává, hanem megőrizték a keresztény alapértékeket. Elkezdődött az előszezon, és az új vármegye és országbérletek előnyeit a Balatonhoz utazva is ki lehet használni, közölte a MÁV ZRT. Azt írták, május 15-től a vakációt egy hónappal megelőzően már sűrűbben közlekednek a vonatok a Balatonhoz. A már több mint 330 ezer vármegye és országbérlet tulajdonos érdeklődése az előszezoni menetrend bevezetésével tovább fokozódott a balatoni járatok igénybevételével kapcsolatban. Az új dítermékek elsősorban a vármegyéken belül, vagy a legalább két megyén át rendszeresen ingázóknál kínál új és versenyképes alternatívát, de a főváros és a Balaton között a sűrűbben jellemzően egy-két óránként közlekedő interrégió vonatokon kivétel nélkül érvényesek az országbérletek. Az országbérlet.hu weboldalon már külön Balaton menüpontban tájékozódhatnak az utasok az új bérletek igénybevételi lehetőségeiről, ismertette a MÁV ZRT. Külföldi híreink. Az Egyesült Arab Emírségek elítélte azokat az izraeli törvényhozókat, akik a Jeruzsálem nap alkalmából látogatást tettek a Templomhegyen. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma közleményében azt írja, hogy határozottan elítéli a szélsőségeseket, és felszólít a szent hely súlyos és provokatív megsértésének leállítására. Felszólítja továbbá az izraeli hatóságokat, hogy állítsák le az eszkalációt, és kerüljék a feszültséget és az instabilitást fokozó lépéseket a térségben. Izrael fennállásának első fegyvermegállapodását írta alá Hollandiával több mint 300 millió dollár, azaz mintegy 105 milliárd forint értékben, jelentette a helyi védelmi minisztérium. Izrael 305 millió dollárért ad el tüzérségi fegyvereket Hollandiának,
Joab Gallant védelmi miniszter közleménye szerint az üzlet egyszerre erősíti a két ország kapcsolatát és Izrael helyzetét a világban. Már korábban is adtak el izraeli fegyvereket és védelmi felszereléseket Hollandiának, de eddig ezeket az üzleteket magáncégek között és nem kormányközi szerződések keretében kötötték meg. A megállapodás Jair Kulikulis, az izraeli védelmi minisztérium nemzetközi együttműködésért felelős osztályának igazgatója, Holland részről pedig holland királyi hadseregparancsnoka látta el kézjegyével. Tovább folytatódik a tüntetés sorozat Izraelben. Szombat este országszerte százezrek tiltakoznak a kormány vitatott igazságügyi reform ellen, immár kerek 20. hete. Folyamatosan zajló tüntetés sorozat keretében az igazságszolgáltatás átalakítását célzó törvényjavaslatok megszavazása ellen. Céljuk még mindig, hogy új lendületet adjon a koalíció radikális reformprogramja elleni küzdelemnek. Egyesek azonban úgy vélekednek, ha nem sikerül a kompromisszumos megoldással rendezni a kérdést, az a koalíció végét jelentheti. Dennis Ross, aki három amerikai elnök vezető tanácsadója volt és évtizedekig részt vett a közel-keleti béke folyamatban, felszólította Joe Biden elnököt, hogy nevezzen ki állandó amerikai nagykövetet Izraelbe, amint Tom Knights nagykövet a nyáron távozik posztjáról, különösen az Iránnal való közeli katonai összecsapás lehetősége miatt. A tanácsadó az Izrael Hájomnak adott interjúban arról is beszélt, hogy Irán nem fél tőlünk úgy, ahogyan félniük kellene. Meg kell érteniük, hogy az út, amelyen járnak, különösen a nukleáris út, rendkívül kockázatos számukra, tette hozzá. Nyilvánvalóan nincs olyan félelmük, amit nem látnak, ami kiteszi őket a kockázatnak. Tehát kommunikálnunk kell, úgy kell beszélnünk velük, mint szavakban, mint tettekben, hogy okot adjunk nekik arra, hogy meglássák, valami másképpen van, mondta Ross. Vádat emeltek a jordán törvényhozó ellen a királyságban, mert a múlt hónapban fegyvereket próbált becsempészni egy izraeli ellenőrzés alatt álló határátkelőn keresztül Júdea és Szamária között, mondta az ügyvédje. A 35 éves Imád Al-Wadwan akár 15 év börtönbüntetésre is ítélhetik. Április 22-én tartóztatták ki a jordániai és Júdea és Szamária közötti Allenby határátkelőnél, amikor az izraeli biztonsági erők 12 puskát és 194 pisztolyt találtak az autójában, közölte akkor az izraeli Shabakbar biztonsági hírügynökség. Izrael a múlt héten átadta a képviselőt a jordán hatóságoknak. A Hilmand folyón iráni szakasza vízellátásának biztosítására szólította fel Afganisztánt az iráni elnök. Egyúttal sürgette Kabult, engedje meg, hogy iráni szakértők vizsgálják meg a folyó afganisztáni részének vízmennyiségét. Az elnök az Afganisztánnal határos délkeleti Szisztán-Belugisztán tartományban tartott sajtótájékoztatója során leszögezte, ha a szakértők valóban vízhiányt állapítanak meg, Teherán elfogadja a helyzetet, minden más esetben azonban az afgán kormánynak biztosítania kell a folyó iráni részének vízhozamát. Nem tűrjük, hogy elvegyék az irániak jogát a vízhez, vegyék komolyan a szavaimat, fogalmazott Raisi. Hossein, az iráni külügyminiszter, is sürgette a szakértők vizsgálatát. Egyúttal felszólította Kabult, nyissa meg a Hilmand folyóra afgán oldalon épített Kajaki gát zsilipjeit, hogy a víz akadálytalanul eljusson iráni területre. Kína folytatja Ukrajna humanitárius támogatását, egyúttal sürgeti az ukrajnai válságban érintett feleket. Teremtsék meg a béketárgyalások szükséges feltételeket, áll a kínai külügyminisztérium közleményében, amelyet nem sokkal Li Hui, a kínai kormány eurázsiai különmegbízottja Kijevben folytatott egyeztetései után tettek közzé. A külügyminisztérium részéről hangsúlyozták, hogy Peking továbbra is sürgeti a nemzetközi közösséget. Igyekezzenek megtalálni a legnagyobb közös nevezőt. Az ukrajnai válság lezárásához hozzátéve, hogy Kína maga is erőfeszítéseket tesz a béke mielőbbi helyreállításáért. Li Hui találkozott Vlagyimir Zelenszky ukrán elnökkel és Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszterrel, és megegyeztek abban, hogy a két ország folytatja a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést. Kulebával folytatott egyeztetésében a külön megbízott Kína részvételének fontosságát hangsúlyozta a háború lezárását célzó békeerőfeszítésekben. Kuleba kiemelte, hogy Ukrajna nem fogad el olyan javaslatokat, amelyek területeinek elvesztését vagy a konfliktus befagyasztását eredményeznék. Az ukrán hadsereg az elmúlt napokban mintegy 20 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az orosz erőktől a térségben, de a városon belül nem sikerült megállítani a Jegenyev Prigozsin által vezetett Wagner zsoldosok előretörését. Hanna Meliér védelmi miniszterhelyettes korábban már jelezte, hogy a Bakhmut körüli ukrán előrenyomulás része egy kijevi által tervezett szélesebb körű ellentámadásnak. Szerhij Cserevati, az ukrán fegyveres elő keleti csoportjának szóvivője kijelentette, Ukrajna újabb ellentámadást indított a város körüli területeken, ezek közül egyes irányokban akár 500 métert is sikerült haladni a csoportcsapatoknak.
A szóvivő az előretörés pontos irányát nem határozta meg. A kezdeményezés fokozatosan hozzánk kerül, legyőzzük őket, sikeres védelmi műveletet folytatunk, és időnként oldalról támadjuk az ellenséget, jelentette ki a szóvivő. Joe Biden amerikai elnök a zsidó örökség hónapja tiszteletére a Fehérházban rendezett eseményen elítélte az antiszemitizmust és megerősítette Izrael támogatásának politikáját. Biden az antiszemitizmust szégyenfoltnak nevezte az amerikai emberek lelkén, és megegyezte, hogy a 2017-es Charlottesville-i fehér nacionalista gyűlés, ahol a tüntetők fáklyákat vittek és olyan mondatokat skandáltak, mint a zsidók nem fognak minket helyettesíteni, segített meggyőzni magát arról, hogy 2020-ban induljon az elnöki posztért. Ekkor tudtam, hogy továbbra is részt kell vennem a munkában, a gyűlölet soha nem múlik el, mondta Biden, mielőtt rámutatott, hogy az antiszemita incidensek rekordszintet értek el az Egyesült Államokban. Ez lelkiismeretlen, szinte hihetetlen és megvetendő, mondta Biden. Bővebb információt a BreyerPress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma főképp a napos meleg idő lesz a meghatározó. Este újra kisebb záporok, zivatarok előfordulására kell számítani. A hőmérséklet jellemzően 24-26 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!